A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette. Köszöntöm Önöket! Itt a tavasz, így tavaszi versek és tavaszi manók is helyet kapnak mai műsorunkban. Egy már itt is van mellettem a stúdióban, illetve lesz sok zene is. A Rómaó Vérzik és a Kompakt Diszkó jóvoltából, illetve egy érdekes olvasmányt is ajánlunk. Tartsanak velünk! Barátai úgy hívják, a manógyáros. A kiskunhalasi Sólya Anita először csak hobbiból, kíváncsiságból készített manókat. Napjainkra már sok ilyen manócska díszíti a lakásokat, teraszokat. Mint mondta, ötlet van rengeteg, és a beköszöntött tavasz is ihletet adott már. Az interneten benne vagyok több ilyen kreatív csoportban, és ott láttam őket. Igazából már 2 éve csinálok ilyen kisebbeket, csak megtetszettek ezek a nagyok is. És ami megtetszik, azt ki kell próbálni. Igazából mindig szerettem így kreatívkodni. Amikor a gyermekem kisebb volt, akkor én voltam neki a ruháit, rajzoltam neki, meg minden ilyen kreatív dolog érdekel. Nekem igazából a keresztanyám az varónő, és én tőle nagyon sokat tanultam. Szabás mintákat elkészíteni, megvarni, sokat segített. Egyszer kipróbáltam ilyen kisebbekkel, és igazából beleszerettem, nagyon szeretem csinálni őket. És akkor voltak a kisebbek, most a nagyobbak, vannak még nagyobbak, ilyen orgonasíp. Kiszabom neki az alapot, azt megvarom, kitömöm szivacsal, varok rá poláranyagból anyagot, megvarom a kezeit, lábait, szakállat készítek neki, vagy szörméből, vagy fonalból szoktam készíteni. Orrot azt ilyen hungarocell golyóból, amit ilyen nejlonharisnyával bevonok, vagy barna anyaggal. És akkor utána már képzeletszer határokat, bármit lehet, bármilyen manó, orvos, vagy tavaszi manó, vagy szerelő manó. Igazából az ismerősök beszéltek rá, hogy rakjam fel a Facebookra. Az ismerősök, rokonok, barátok, ma úgy nem raktam volna fel, ők beszéltek rá, hogy rakjam fel, mert szépek, meg jól néznek ki. Családban már mindenkinek van manó, akkor van, hogy születésnapra készítettem most nemrég egy doktor úrnak orvosmanót, ilyen nagyobbat, barátoknak, ismerősöknek. A YouTube-on szoktam nézegetni videókat, meg saját magamtól fejlesztem, hogy hogyan jó, vagy hogy tartósabb, mondjuk az állómanók, hogy megálljanak. Mert amit néztem a YouTube-on, az nekem nem akart sikerülni, és akkor én kitaláltam, ha megvarom, akkor egy karton alapból vágok egy ilyen ilyet, ennek a lábnak kivágom a helyét, és ezt ragasztom a manó aljára, és bele a lábat, és akkor így megáll. Most majd szeretnék megpróbálkozni ilyen húsvéti manóval, aminek ugye füle van, nem sapkája. Majd most azt próbálom. Akkor tavaszi manó, ami virágot fog a kezébe, meg a sapkáján van virág. Ez dísztárgy. Mondjuk játék is, mert ismerősöknek is adtam, gyerkőcöknek, ők avval játszanak. Az öcsémnek a kislánya az a valszik, ő neki az az alvókája. Dísztárgynak is lehet, vagy udvarra, teraszra kirakni, ilyen kis dísznek.
A zenekarok is elbúcsúztatták a telet. Tavaly ünnepelt a 25. születésnapját a Rómeó Vérzik zenekar. A felvidéki együttes évek óta baráti kapcsolatokat ápol Gál Dezsővel és csapatával. Ennek is köszönhető, hogy Kiskunhalason forgatták a legutóbbi videóklipjüket, és ott voltak a rockfarsang fellépői között is. Fölkapta az egész szakma, az egész szakma felkapta Magyarországon a fejét erre, sőt nem csak Magyarországon, hanem kint felvidéken is nálunk, úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy így sikerült az egész klipforgatás, és hát nagyon örülünk, hogy ismét itt vagyunk. Tehát ez egy mai világban, ahol nem lehet kimozdulni otthonról, tökre jó, hogy most itt lehetünk, itt Kiskunhalason, úgyhogy ez számunkra egy külön öröm most az, hogy itt lehetünk. A Rómeó Vérzik zenekar visszatért Kiskunhalasra. A tavaly nyári sikeres klip forgatása után az online rockfarsang fellépői között volt a felvidéki együttes is. Kovács Koppány énekes basszusgitáros szerint nehéz helyzetben van az egész zenész szakma a korlátozások miatt. Volt körülbelül lekötve 78 koncertünk, ebből körülbelül 3 valósult meg. Ez egyik dolog, a másik az, hogy megjelent ugye a Szűk a tér lemezünk, ami ahhoz képest, hogy ilyen körülmények között jelent meg, lassan közelítünk az aranylemezhez, úgyhogy nagyon köszönjük azt, hogy ennyien megvásárolták annó ezt a lemezt, úgyhogy tényleg jó. Úgy szeretném egyszer átrepülni a földet, jó lenne elsőként legyőzni a halált. A zenekar dobosa Szamoránszky János alias Sancho azt mondja, az új lemezen lehet látni azt, hogy a banda milyen stílusú zenét szeret. A zenészt kisegítette a válaszadásban a Rómeó Vérzik koncert szervezője, Liar Laser László is. Mind a négyünknek ugye Motorhead a kedvence, és hát ebből próbáltunk meríteni, nem ebből, de hát a hatások ugye azért benne vannak a számainkban, és hát adtuk önmagunkat mindenképp, és gyorsabb, tempósabb lett a lemez. Visszamentünk az alapokhoz, amit így nagyon imádunk. És ettől lettünk így, Rómeó Vérzik. Bocsáss meg, uram, azt hiszem vétkeztem, előre tudtam, én előre éreztem, előre szóltam, ez lesz az utolsó, én nem játszani jöttem, én nem vagyok tékozó. Az új lemez, amely a Szűk a tér címet viseli, mintha profécia lett volna a kialakult járványhelyzetre. Nem volt így előre direkt így kitalálva az, hogy Szűk a tér, de ha rápatintjuk a 2020-ra, akkor tökre ráillik arra, hogy tényleg egy beszűkült tér van körülöttünk, és ebből valamilyen szinten ki akarunk törni. Tehát erről szól az egész album, és arról is, hogy ez egy igazi, azt mondhatnám neked, hogy a Rómeó Vérzik elmúlt 25 évének egy nagyon jó albuma lett, tehát egy igazi lázadó albuma lett ez a Szűk a tér. Úgyhogy hát próbálunk kitörni mai napig ebből az egész dologból. És hát Kiskunhalas, mi mindig ide hazajövünk, és mindig is haza fogunk jönni, mert itt minden az enyém, minden, amire vágytam, itt benne van minden, egy nagy kanálban. Tavaszi versekkel folytatjuk műsorunkat. Idén rendhagyó módon tartották meg a Zöldhíd Egyesület óvodás versmondó versenyét. Minden halasi óvodából küldtek be videókat. A zsűrizés megkezdése előtt beszélgettünk a szervező egyesület elnökével, aki kameránkon keresztül köszöntötte a verselő gyerekeket. Jó
Gyakorlatban úgy történt, hogy az Ódákhoz küldtünk e-mailben egy felhívást, és egyesületünk ugye ezt minden évben egyébként is elektronikusan elküldi, és azt kértük az óvodapedagógusoktól, hogy vegyék fel videóra a gyermekek versmondását, és egy meghatározott e-mail címre küldjék el ezeket a verseket, amelyekkel szeretnének a versmondó versenyen részt venni. Nagyságrendileg mekkora volt az érdeklődés? 21 kisgyermek szaval a mai napon, illetve hát nézi meg a zsűri majd online a szavalatokat. Mi volt a felhívásban, még milyen versek kellett készülni a kicsiknek? Hát én szeretném mondani, hogy fényes napsütésben kivirul a lelkem, szerény örömében semmi kétség nincsen. Versek és barátok bőven vannak nékem, akár épületben, akár a nap fényében. Balázs Leventének Fényes napsütésben című versészetében tényleg szívből köszöntök most mindenkit a 12. Városi Óvodás Versmondó Versenyen. Ahogy említetted, ez rendhagyó, de büszkeséggel tölt el, hogy minden óvoda képviseltette magát, és mindannyian nagyon várjuk a tavaszt. Mi más is lehetne, mint a nap. A napfény és a napocska a témája a mostani versmondó versenyünknek. És hát köszöntöm a zsűrit is, akik majd online fogják elbírálni, illetve én inkább úgy mondanám, hogy értékelni az óvisok versmondását. Ami érdekesség, hogy Bajzát Mária mesepedagógus bekapcsolódik ebbe a zsűrizésbe szintén online, aki nagyon-nagyon szívesen vállalta ezt a nemes, így mondhatom, azt, hogy feladatot, de számára ez nem feladat, hiszen ő nagyon szereti a meséket és a verseket. És a zsűri tagjai pedig a Kiskunhalasi zsűri elnökünk Csorvási Kata, és Tótné Felföldi Zsuzsa, illetve Paási Károly tanárul pedig az állandó zsűrije most már jó néhány év a versmondó versenyünknek. Kedves gyerekek, és kedves óvodapedagógusok, és kedves szülők! Mi köszönjük mindenkinek, hogy ebben a nehéz helyzetben bevállalták a versmondást, és hálás köszönet az óvodapedagógusoknak, a segítő szülőknek, hogy szívüket, lelküket adták ahhoz, hogy mi a hagyományt tudjuk folytatni. Az Ima világnapján mindannyian hídépítők lettünk, és megható lesz azt hiszem látni, hogy bár külön vagyunk, mégis együtt, mert a versek szeretete összeköt mindannyiunkat. Gyerekek hogyan értesülnek majd az eredményekről? A gyerekeknek készül a videó, illetve tudják, hogy a Halas Televízióban is sorra kerül a versük majd valamelyik műsorban, és utána pedig el fogok személyesen menni az óvodákba, nyilván érintésmentesen fogom elvinni az ajándékokat és odaadni az óvodapedagógusoknak. A könyvtár a házigazdája ennek a versenynek, és hogyan sikerül a gyakorlatban megoldani, hiszen még mindig nem lehet bemenni az intézménybe? Hát igen, tavaly ilyenkor már a szereplő gyerekek zsivajától volt hangos a könyvtár. Az idén sajnos csak ők virtuálisan lehetnek jelen, de sikerült így is megszervezni, úgyhogy a zsűri a beküldött videók alapján fog majd helyezést felállítani. Biztos, hogy ügyesek voltak idén is a gyerekek, sok kis helyes verses videót küldtek be. Könyvtárosként hogyan látja, mennyire fogékony ez az óvodás korosztálya versekre? Hát szerintem minden gyermek fogékony a versekre, amihez az kell, hogy otthon is verseljenek, mondókázzanak, meg a pedagógus, az óvodapedagógus is az óvodába kell, hogy inspirálja a gyerekeket, de szerintem ez minden óvodába így van. Mondhatjuk szinte, hogy egymást érik a versmondó versenyek itt a könyvtárnál, hiszen hamarosan egy újabb megméretetésre kerül sor, de akkor ugye már a nagyobb generáció tagjai. Igen, jövő héten a 60-i Zoltán emlékére létrehozott versmondó verseny lesz 8-án. Az arra beküldött videókat fogjuk megnézni, és a helyezetteket majd értesíteni fogjuk természetesen ekkor is. A versek után egy jó olvasmány gazdiknak, jelenlegi vagy leendő kutya tulajdonosoknak, az Ugató négylábú házi kedvence kedvelőinek szól elsősorban az a könyv, ami Csernus Rita rádiós műsor vezetőre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Most elárulja, mit szeret annyira ebben az igaz történet alapján íródott kötetben. Nagyon
nagyon szeretek olvasni. Nagyon sokfajta könyvem van otthon, igazából a legközelebb hozzám az okfejtés, a tényfeltáró irodalom és az életrajzi történelmi irodalom áll hozzám a legközelebb. Most mégis másra esett a választásom személyes indítatásból, ugyanis nekem magyar vizslám van, én nagyon szeretem a kutyákat, azon belül is a magyar vizslákat, a vizslákat, és éppen ezért esett a választásom Magos Judit, Demény most én ugatok című könyvére, amiben bizony egy celeb vizsla írónak a hivatásos véleményeit és hivatásos ugatásait szerette volna megiratni valakivel, ezért ő választott magának egy gazdit, Magos Juditot. Deményről annyit kell tudni, hogy a Futrinka Egyesület gyepmesteri telepéről fogadta örökbe Magos Judit az írónő. Hát igazából a történet szerint nem a gazdi fogadta őt örökbe, hanem a kutyus, ugye a Demény, a celeb, a kötsög, az alcím szerint ő fogadta örökbe, és ő választotta ki magának a tornacipős embert, a kétlábút, amire ugye a könyvben is megtanítja mind a kutyusokat, mind a gazdikat, hogy hogyan válasz magadnak gazdit, hogyan képez magad ki jó kutyába, és hogyan legyél rossz kutya, mint vizsla. Hát azt tudjuk, hogy a vizslák azok nem kutyák, hanem vizslák. És ennek a könyvnek van egy első része, ami a második rész után íródott, a Deménynek, a kiskutyának az előélete, ami előtt a Futrinka a gyepmeseri telepről bekerült, és ez dolgozza fel tulajdonképpen a két könyv az életéről. És akkor tudni kell azt róla, hogy egy iránymutatás az ugatásait és a világ megváltó kiáltványait jegyeztette le a gazdiával, és amikor otthon az én kiskutyámmal játszom, és ugye élek vele most már 6 éve, Bambinak hívják, bizony az olvasás közben sokszor ez a tércsapkodós nevetés tört rám, vagy éppen egy szívszagató történet kapcsán jutott eszembe, hogy bizony ez bármelyik kutyással megtörténhet, és bizony személyes indítatásképpen én is átéltem már sokszor ezeket, amik ugye a könyvben benne vannak. Nagyon mulatságos könyv egyébként, sokszor olvastam már a könyvet, már csak azért is, hogy a képeket elővegyem, ugyanis nagyon sok fotó van benne az írónővel, és a kutyussal és egyéb kutyabarátok társaságában. Úgyhogy itt a kedves nézők megnézik, akkor árulkodik a képekről, hogy Magos Judit az írónő, illetve a kutyus barátok is igazi gazdik. Átérzik a kutyusok életét, és igazi családtagokként vannak ugye a kutyusokkal egy háztartásban. Itt a kutyuson is látszik, hogy nyakkendőben, ugye természetesen, mint egy vizsla, ugye mi másképpen szerepelhetne. Ugye itt éppen fegyelmezés alatt van, ugye hát azért kutyát azért csak, mint egy vizslát muszáj. Ugye a cica barátok, hát a cicák azok alapból ellenségek a regényben. Ugye természetesen a töpörtyű, mint olyan, az egy nagy kedvenc, mindenki töpi, ugye az is egy alapétel, és az ember csak azért tartja, hogy töpit adjon. Ajánlom gazdiknak, akik büszkék a kutyusaikra. Ajánlom azoknak a gazdiknak, akik nincsenek megelégedve a kutyusaikkal, vagy éppen fogalmuk nincsen a kutyatartásról, de van kutyájuk. Azoknak is ajánlom a könyvet sok szeretettel, akik szeretnének kutyát, csak nem tudják, hogy miért. Hát ajánlom, hogy vizslát mindenképpen, mert hatalmas mozgásigénye van, illetve azoknak is mindenképpen, akik rettegnek a kutyáktól és nem szeretik őket, hogy így más szemmel lássák akár a világot, akár a kutyák világát, kutya szemmel, vagy magukat a kutyákat, de ember szemmel. Olvasással, internetes kulturális tartalmak böngészésével lehet eltölteni a szabadidőt, hiszen továbbra sem szabad rendezvényeket tartani. A Halasi Kultúra Facebook oldalán például kulturális kvízjátékot találnak az érdeklődők. Most viszont nézzék meg programajánló rovatunkat. A vírusveszély miatt még zárva tart a halasi Martonosi Pál városi könyvtár, ám az úgynevezett könyvtárkapun keresztül lehet köteteket kölcsönözni. Előre meg kell rendelni a kiadványokat a könyvtár webes felületein megadott elérhetőségeken. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, az intézményben azt tapasztalják, hogy az utóbbi időben megnövekedett az olvasási kedv. Továbbra is a világhálón érdemes böngészni azoknak, akik friss kulturális tartalmakhoz szeretnének jutni. A Halasi Csipkeház rendszeresen bemutat egy-egy csipkét fotóval és egy rövid ismertetővel. És a Torma János Múzeum is próbál új információkat és érdekességeket közzétenni a közösségi oldalán. A Halasi Tükör című hetilapban pedig hétről hétre portrékat, riportokat olvashatnak helyi vagy a térségből elszármazott művészekkel, alkotókkal. E héten például Varga Sabján Gyula ajánlja kedvenc olvasmányait, és Fekete Zsuzsanna Nívódíjáról is olvashatnak, illetve alapban megemlékezés található a 200 éve született Gózon Istvánról. Az egyházak már a húsvétra készülnek. Az alsóvárosi katolikus templomban nagybőti péntekeken keresztutat tartanak 16:30-kor, majd annak végeztével szentmisét szentbeszéddel.
A felsővárosi Jézus Szíve katolikus templomban szintén péntekenként 5:30-tól tartanak keresztúti ájtatosságot, 17 órától pedig szentmisét. A különböző felekezetek a webes felületeiken is jelzik az egyházi alkalmakat, illetve több felekezet videókat tesz elérhetővé, vagy élőben közvetíti a miséket, istentiszteleteket. Közeleg március 15-e, mivel nem lehet rendezvényeket tartani, a halasi ünnepi műsor a Halas Televízióban lesz látható március 15-én este 7:30-tól. Idén a Fazekas Mihály Általános Iskola diákjai készülnek műsorral. A járványhelyzet miatt március 15-én a Magyarok Vására is elmarad. Képviselték már hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon, túl vannak számtalan fesztiválon és klipforgatáson. Ők a Kompakt Diszkó zenekar, akik a koronavírus helyzet miatt a többi magyar előadóhoz hasonlóan tavaly nyár óta nem állhattak színpadon. Most új klippel jelentkeztek, melyel nem titkolt céljuk volt, hogy egy kis színt és boldogságot vigyenek az emberek mindennapjaiba. A Kompakt Diszkó zenekar 2012-ben ezzel a dallal képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Azóta számtalan koncerten túl vannak és több klippel is jelentkeztek. Tavaly a vírus helyzet miatt csökkentett üzemmódban voltak kénytelenek dolgozni, és persze az elkövetkező hónapokra sem tudnak biztosat tervezni. Most ez a nyár is azért óriás kérdőjel zenekari szempontból, hogy fog alakulni. De hát bizakodóak vagyunk, és igazából mondjuk 2020-ban nekünk olyan zenekari szempontból egy pozitív évet zártunk, mert rengeteg dalvázlat született, úgyhogy például a Minden rendben is ide tartozik, és van még egy pár dal a tarsolyunkban, úgyhogy igazából erre az évben nem berendezkedtünk, úgyhogy gondoljuk, hogy eléggé meg fogjuk tolni ezt a 2020-ban. A Hősökkel való együttműködés ez viszonylag régre visszanyúlik, mert már 10 évvel ezelőtt így egy fesztiválon beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne most, hogyha csinálnánk egy közös dalt, egy kicsit ugye ezt elhúztuk, mert mindenki ment a maga útján. Egy évtizedre volt szükség, hogy beérjen a dolog? Hát körülbelül igen, vagy erre a Covid-ra a fene se tudja, de minden esetre most sikerült ezt így összehozni, úgyhogy beszéltünk Equiekkel, hogy akkor van egy refrénünk, ami nagyon jó pufa, és szerintünk most már tényleg össze kéne hozni ezt a dalt, és nagyon örültek neki. Plusz egyébként még Diaz is beszállt, ugye Belhalóból ismerhetjük, a hangszerelésbe együtt dolgoztunk, stúdióztunk, úgyhogy nagyon izgalmas egyvelek született tulajdonképpen ebből az egészből. És hát mindenképpen az volt a cél, hogy egy kicsit magunknak is írtuk egyébként ezt a dalt, mert azért nekünk is voltak rosszabb napjaink nyilvánvalóan, és próbáltuk egyébként fel a zenekaros részeket, tehát ott nagyon-nagyon színes dolgok vannak, tehát tényleg hihetetlen, ugye, nagyon jó pofa. És a Bognár TV menedzserünk gondolta, hogy hát akkor vigyünk még bele ilyen 80-as, 90-es évek kellékeit, amit egyébként nagyon sok fiatal, aki fogalma sincs, hogy az micsoda amúgy. És hát ami nagyon fontos, hogy az egyik szerelés a táncos hölgynek, a Salt and Pepper-s Jackie, úgyhogy ez az egyiket külön nagyon sokan ki is emelt. Tavaszi versekkel búcsúzunk Önöktől. Az óvodás versmondó versenyből láthatnak részleteket. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Szalai borbála, a napocska tükre. A napocska bontogatta, fésülgette sugárhaját, csak hogy sehol nem lett tükröt, hogy megnézze benne magát. Minden tavat, minden tócsát, zöldes szürke páncél fedett. Gondolta a napocska, eltüntetem én a jeget, kapta magát, és a kék égen egre feljebb-feljebb hágott. Melegével cirógatta, dédelgette a világot. Zsugorodni kezdett a jég, el is olvadt egy-kettőre, és a napocska mosolyogva nézhetett a víztükörbe. Osváth Erzsébet ébresztő, kipkop, kikopog egy címke ébreszt. Pici csőrét koppintja az ablak üvegéhez. Jó reggelt, hóvirágot láttam,
vadonatúj fehér ünneplő ruhában. Sebesen szárnyaltam a jó hírrel hozzád. Örülj, itt a tavasz napsugarak hozták. Bocsájítom a tacsontól, csípvel a csövvejét, bélyúbumájáért. Csót február, tavap fut, jöjj el hamon Mácsi út. Csandáján a napsugár, ticsén nagy téden válj. Olyan halad te ítsét, jöjjön, csodoljon ti mindenjét. Bontsácsimot hó viát, hadd csépüljön a viát. Fiúk János támpa fognak, tavaly-tavaly jön már hónap. A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette.